A Kisvárda november 20-án játszotta az elmúlt év utolsó hazai meccsét, majd következett a világbajnokság miatti bajnoki szünet. Radojevic és Stamenics a szerb válogatottban szerepelt a VB-n, Mérai Maja és Juhász Gréta pedig a junior válogatott összetartásán vett részt. Visszatérésük után teljes kerettel folytatta a felkészülést a csapat, közben pedig edzőmeccseken is pályára lépett Bakó Botond együttese. Az elmúlt évet a Ferencváros elleni idegenbeli 5 gólos vereséggel zárta Várda. A bajnokság hátra lévő részében még 17 meccs vár a csapatra. Egyre jobb állapotban és egyre jobb formában vagyunk, legalábbis az előjelek ezt mutatják. Természetesen erre majd szombaton kapunk választ élesben. Nagyon nagy hangsúlyt fektettünk a gyorsaságunkra, illetve a labdasebességünkre, hiszen azt gondolom, hogy az egyik legfontosabb és legtöbbet javuló szempont a játékunkban az volt, hogy nagyobb dinamikával, nagyobb sebességben tudjunk kézilabdázni. Bízom benne, hogy ez nem csak az edzőmérkőzések folyamán mutatkozott, így hát majd a bajnoki mérkőzéseken is megmutatkozik. Én mindenféleképpen tartom azt, hogy a bajnokság közepére szeretnénk odaérni, illetve az, hogy a tavalyi évhez legalább egy pozíciót tudjunk javítani, de nem lenne baj, ha kettőt javítanánk sem természetesen, vagy akár többet. Igazából a direkt ellenfelek közül még nagyon kevéssel játszottunk, sőt, még most következnek ezek a mérkőzések, úgyhogy ezek a mérkőzések nagyon nagy mértékben el fogják dönteni majd a végén a pozíciónkat. A Kisvárda 9 mérkőzést követően 8 ponttal a 8. helyen áll a tabellán. Szombaton a 10 meccs után 4 ponttal a 12. Érdet fogadják Dombilucáék. A legyőzhető és legyőzendő kategóriába tartozik mindenképpen, ha bár tudjuk, hogy ezek a mérkőzések általában nagyon nehezek, és picit én azt gondolom, hogy csalóka ez a táblázat és az Érnek a jelenlegi pozíciója. Egy kellemetlen stílusú ellenfél, akik rengeteg betörésre egy-egy ellen játékra alapoznak, egy robotolós, grizős, harcias csapat, mindenkinek nehéz dolga van ellenük, és nehezen tudják megtörni őket, de természetesen az a feladatunk, hogy ezt abszolváljuk, sokat videóztunk, elemeztük a játékukat. Én úgy gondolom, hogy szombatra teljes mértékben rendben leszünk felkészülten, és a pályán kell megmutatnunk azt, hogy igenis jobbak leszünk. A Kisvárda Érd mérkőzés szombaton 18 órakor kezdődik a Városi Sportcsarnokban.